Kedves nézőink, a mostani műsorunknak lehetne a cím az, hogy kulturális ajánlók, de azt hiszem, hogy ez sokkal több attól. Nagy tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Sarkadi László előadó művészt, aki elmondja, hogy miért is jött létre ez a beszélgetés, és mi az a kezdeményezés, ami ezt tényleg teljes válszélességgel mellé áll a Tiszavasvári Városi Televízió. Üdvözlöm a kedves hallgatóságot és a nézőket. Egy olyan rendezvényre adtam a fejemet, amely megdobogtatja a szíveket és segítő kezeket kér. Volt szerencsém találkozni leukémiás gyerekekkel, és ledöbbentő volt a látvány, és arra döntöttem, hogy felhívom a kollégáimat, hogy csináljunk egy jótékonysági koncertet a leukémiás gyerekekért október 15-én. Ez össze is fog jönni. Debrecenben a MÁV-nak a kultúrházában, és egy olyan jellegű műsort terveztünk, ahol minden műfaj lehetőséget kap, tehát a közönség is fog érezni, hogy nem egyszerű nóta vagy operett műsorról van szó. A célunk az ezzel a rendezvénnyel, hogy hagyományt teremtsünk, mert három megyéből gyógyítják a gyerekeket, Hajdú-Bihar megyéből, Szabolcs-Szentmihályi megyéből és Szolnok megyéből. Ami a megdöbbentő volt számomra, magam is szabolcsi születésű vagyok, itt a klinikán a gyerekeknek az 50%-a Szabolcsból származik. Megdöbbentő adat. Még jobban arra sarkalt engem, hogy ezt a dolgot föl kell karolni, és az ügy mellé kell állni. Nekem van egy olyan gondolatom régóta ezvezére, hogy ha tudok, segítek, és legfőképpen ha tudok, akkor adok is. Ez az esemény, amely gondolom, hogy felébreszt az emberekben azt a jó érzést, hogy fogjuk meg egymás kezét és segítsünk azoknak az embereknek, akik rászorulnak. Ez ettől több, mert egy például egy kéztörés meg tud gyógyulni, de egy ilyen betegség nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem. És a gyerekek esetében pedig, mert minden beteg kiszolgáltatott egy gyerek, az látni az egy borzalom. Mondom, volt szerencsém látni ezeket a gyerekeket, és az erősített meg, hogy igenis keressek meg olyan embereket, olyan támogatókat, egyszerű embereket, vállalkozókat, hogy ahogy tudunk, akkor segítsünk ennek a gyerekcsoportnak. Nézzük magát a rendezvényt. Kik azok, akik azt mondták, hogy szívesen elmennek, és közreműködnek ahhoz, hogy a bevétel minden több legyen? Nagy örömömre szolgált tavasz környékén, május környékén volt szerencsém Tarnói Kis Lászlóval szerepelni, ő a Dankó Rádió főszerkesztője. És kiváló magyar nóta énekes. Így van, és ott beszélgetés közben föltettem a kérdést, hogy lenne egy ilyen elképzelésem, hogy az ügy mellé állna, és azonnal igen mondott, nagyon megtisztelt ezzel, és azóta már az éterben is megjelent ez a dolog, és megkérdeztem, hogy ugyan mondd már meg, hogy miért teszed, szerettem volna tudni, és eléggé rövid választ adott, azt mondta, hogy átérzem, mert a nővéremnek a 18-es lánya ebbe ment el. Tehát megérint az embereket, amikor személyes érintettség van, de mindent megtett annak érdekében, hogy minél többen eljöjjünk, mert ugye elmondtam már a rádióba is, és ami még kellemes volt a Laci részéről, itt kollégák vagyunk, tanárkollégák vagyunk, hogy hozza a fiát is, és tulajdonképpen mi gyerekekért vagyunk, nagyon megörültem neki, hogy egy gyerek is tesz azért, hogy segítsen a gyerektársainak. És aztán lesznek még olyan énekesek, mint a Hegyes Úrik Margit, egy debreceni származású operaénekes nő, a Egri Tanárképző Főiskolán tanít, aztán jönnek erdélyi barátaink, Ábrán Tibi, Marosvásárhelyről, Bíró Éva, Csík Domokos, azt hiszem, hogy igen, aztán Regián Melinda pedig Csík Rákosról, igen, és jönnek még néptántosok, a Miskolci Balogh Zoltán népi zenekara, lesz két zongoraművész, fólisták, vers lesz a hajdonállási
NNT együttes, aki egyesület, akik népdalokat, nótákat fognak énekelni. Tehát egy eléggé széles lesz a paletta. Azon vagyunk, hogy minden odalátogató, illetve segítő embernek megpróbáljuk az igényét kielégíteni. Körülbelül milyen időtartamú műsorról van szó? Hát a műsor szerkesztésén most dolgozom, és maximum 3 órát terveztem, szünettel együtt. Igen, mert ugye itt nem lehet, nem, hát a műsor szerkezetét nézve nem lehet, hogy csak egy dalt énekel, mert akkor olyan félábúnak látszik, viszont az operát nézzük, ott még nem lehet csak ott az egész tételt kell énekelni, azt a belépőt például. Lesznek zenekari számok is, hogy én bízom benne, hogy jó fog sikerülni, és elindítjuk ezt a úgynevezett folyamatot, és tavasszal pedig szeretnénk Nyíregyházán landolni, hogy igenis, mivel Nyírség sajnos így érintett ebbe a dologba, hogy minél többen ott is jöjjenek és segítsünk. Az alapítványok kapcsolatban még el szeretném mondani, hogy ugye mert az alapítványt, amikor megkerestem, és azt is megkérdeztem, hogy hova kerül ez a támogatott pénz. Esküszöm, ezt akartam kérdezni, bocsánat, hogy közbevágok. Vannak rossz tapasztalataim. Például ezek a házoló gyűjtők, hogy ilyen beteg gyerekek erőenér. Kiderült, hogy 1000 forintból 200 forint jut a beteg gyerekeknek, a többit elviszik ők, mint jutalék, valamint a kuratórium tagjai. Így van. Én ezt az indulás előtt pontosítottam az illetékesekkel, és amikor elmondták, hogy nekik a szisztematikájuk a következő. Ők nem adnak pénzt a beteg gyerekek családtagjainak, hanem a beteg gyerek, amilyen körülmények között él, mondjuk például egy steril szobát kell kialakítani, akkor fölkérnek egy vállalkozót, megcsinálja, leszámlázza, és az alapítvány pedig kifizeti. Erre volt egy példa a Bocskai kertben, tönkrement a tetőszerkezet, megcsinálták, és az alapítvány fizetett. Vagy új létán egy eléggé nehéz sorsú családnak a gyereke megbetegedett, vettek nekik egy egyszerű kis lakást, volt hozzá kert, gazdálkodtak, és a gyereknek kialakítottak egy tiszta szobát. Tehát ezért álltam az alapítvány mellé, mert nekem is sajnos voltak ilyen tapasztalataim, a tanári pályámon is, amik tanítottam, hogy támogattam alapítványokat, és visszajött, hogy a pénz nem jutott oda a illetékesekhez. Tehát nekem is voltak ilyen fenntartásaim, és ez volt az első lépés, amit te is kérdeztél, hogy tisztázzuk a dolgokat, mert akkor nekem a közönség szemébe, és akik elég sokan ismernek, szemébe kell nézni, és meg is kérdezték, hogy hova kerül, és hogy fog ez a gyerekek javára kerül ez a pénz. Igen, talán azért is az emberek egy kicsit úgy hitetlenkednek, mivel, ahogy említettem, vannak, illetve voltak rossz tapasztalatok. Sokan úgy gondolják, hogy hogyan lehet egy ilyen komoly betegséget egy ilyen vidám estével összekötni. Beszélgessünk egy kicsit erről. Már maga a címe is arra utal, hogy a dal erejével a leokém ellen. Egy jótékonysági délutánnak indul ez. Nyilvánvaló, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a hangsúlyt, hogy ha egy ilyen dologról akarunk számot tenni egy nagy közönség előtt. Mi azt mondtuk, és én azt mondom, mindig azt hirdetem, hogy a segítségadás mindenkinek ott kell megtenni, amiben valahol egy picit jobb. Na most az egész műsor szerkezet úgy áll össze, hogy nem egy ilyen pesszimistába forduló hangulatot idéz, hanem egy olyan jókedvet sugal, ami a remény fele is elmozdítja a hallgatóságot, illetve üzenet a gyerekek felé, mert az utolsókig harcolnak értük a szakemberek, az orvosok, az ápolók, és mi pedig ezt alá akarjuk támasztani azzal a jó hangulattal. Nem egy dálidós műsorra kell gondolni, hogy most egy erezd a hajomat és dínom-dánom, nem erről szól. Egy magas színvonal szórakoztató műsor, de mindenféleképpen ott van az árnyékában, hogy ezt kiknek csináljuk. Az, hogy ti előadó művészek segíteni akartok és segítettek, ez kézenfekvő. Mennyire segítenek viszont nektek, mennyire segítik a munkátokat, mennyire adakozóak az emberek, mert ugye tudjuk, hogy nagyon sokan elég szerény körülmények között élnek, viszont nagyon sokan vannak olyanok, akik megtehetik, hogy segítsenek. Volt-e jó és rossz tapasztalat ezzel kapcsolatban? Igen, jó tapasztalattal kezdeném.
akik személyesen, telefonon főhívtak, és akikkel találkoztam személyesen, ez általában az egyszerű emberek csoportjából került ki, nagyon szívesen segítettek. Volt olyan is, aki megrendelt két jegyet, de nem tud eljönni, de kifizette, és kért, hogy adjam oda, aki esetleg nem tud fizetni érte. Ez nagyon nemes gesztus, de többen úgy álltak mellé, hogy igenis segítenek, vidékről is, nem csak Debrecenből, sőt, nagyon messzről is jönnek, mert azt mondták, hogy ők így tudnak segíteni, ha jönnek is, azt a bizonyos jegyárat kifizetik. Volt rossz tapasztalatom is, arról is beszélni kell. Persze. A vállalkozók csoportját is megkerestem. Hát megtöbbentem egy picikét, de aztán elkezdtem gondolkodni, hogy biztos, hogy ez az ember nem ilyen alapjában, csak meglevő anyagi helyzete elrontotta. Hát nem támogattak, és aztán is döntöttem, hogy nem kopogtatok, mert egy picit megalázónak éreztem, hogy ezt a nemes célt nem úgy kezelte a helyén, ahogy kezelni kell. Nem kell ahhoz személyes érintettségnek lenni, hogy segítsek, hanem valahogy belső készítésnek kell lenni. Aztán volt olyan is, hogy nem a célt nézte, hanem a műsorok sokaságát, hogy ugye Debrecenben elég sok ilyen nóta műsorok vannak, és én nem akarok a minőségéről beszélni, és akkor rangsorolt, hogy erre már nem jönnek el, mert már voltak az előzőkön, és nekik már ennyi szükségük, így mondta, és amikor megkérdeztem, mert az illető 78 éves hölgy mozgáskorlátozott, és megkérdeztem, hogy elolvasta a kiírást, hogy miről szól, azt, hogy nem olvastam, tessék szükséges lenni elolvasni, és nem tudja, én meg bemondtam neki a telefonban, hogy miről szól, és akkor azt mondta, hogy elnézést, tévedtünk, és bocsánatot kérünk, nem néztük meg a dolgot, ha tudunk, akkor elmegyünk. Picikét segíteni kellett, hogy nézze a célt, segítettem neki, gondolom, hogy ott lesznek, és örömmel támogatják. Mindjárt átértékelte a helyzetet. Az előbb említetted itt a jegyet, akkor beszélgessünk erről. Ha valaki úgy gondolja, hogy szeretné támogatni a rendezvényt, akár úgy, hogy belépő jegyet vesz, vagy elmegy, vagy sem, vagy pedig esetleg szeretne pénzt felajánlani, milyen lehetőségek vannak? A rendezvény helyén adott időben is lehet jegyet vásárolni. Ott lesznek olyan megfelelő segítő személyzet, aki ebben részt vesz, illetve az alapítványnak a számlájára, amit én most nem tudok bemondani, mert nem hatalmaztak fel erre, az alapítvány nevében én nem járhatok el, de gondolom nincs akadálya, hogyha az alapítványt megkeres az illetők, vagy akik szeretnék felajánlani pénzt, akkor az alapítványra nyitott és biztos, hogy lehetőséget találnak rá. Mivel Tiszavasváriban vagyunk, itt Tiszavasvári és környéki tévénézőink vannak. Még egyszer, hol lesz ez a rendezvény? Próbáld már meg lészves úgy elmagyarázni, hogy esetleg oda lehessen találni ez nekünk vidékét. Debrecenben lesz 2017. október 15-én délután 4 órakor. A MÁV járműjútonok a művelési házában lesz, ez a Faragtár utcán található. A Vámospércs útról lehet megközelíteni. Egy 460 férőhelyes, nagyon szép színházterem, és nagyon örülünk, ha teltház lenne, de akkor is örülünk, ha bármennyien jönnek el. Mint említettem az elején, hogy szeretnénk egy hagyományt teremteni, és a három megyében mindig megjelenne, hogy segítsünk az elesett gyerekeken. Hogyan fognak a jegyek? Mit lehet tudni róla? Szépen fognak a jegyek, vannak segítőink. Hát körülbelül olyan 350-360 főnél tartunk most körülbelül. És hogyha ennyi maradunk, az is jó, de teltház lesz, mondom, még jobb lesz. Jegyárak, nem beszélgettünk róla. A jegyár az egységesen 1500 forint, az alapítvánnyal egyeztettem, nem magamtól találtam ki. Kértem a véleményüket, hogy legyen, megosztott legyen-e, és akkor javasolták, hogy legyen ez egységesen 1500 forint. És tehát mindenki, persze meg vannak számozva sorok, ahogy kérik, úgy próbáljuk kielégíteni az igényüket, de hogy egységes lesz, így könnyebben lehet számolni az összegekkel. Van esetleg olyan, amiről még nem beszéltünk, és mindenképp hasznos lenne? Még az, hogy a segítők között ennek a művelési sárnak az igazgatója maximálisan az ügy mellé állt, és nagyon-nagyon segített, meg segít a mai napig is. Illetve a kollégáknak a 99%-a elsőre elmondta, hogy igen, jön, mert érezték a súlyát, illetve vannak olyan segítők, például felhívtam egy fotós ismerősömet, egy szóra jött, aztán
fölhívtam egy olyan kertész ismerőtöm, aki világokkal foglalkozik, világokat ad, hogy a díszletet egy kolléganőm csinálja, tehát mindenki odaállt az ügy mellé, és én nagyon boldog vagyok, hogy ennek hírt adhattunk, és köszönöm a lehetőséget, mert valahol, ha itt a környéken ebből egy picit csak belenéznek, és megérzik, hogy ez tulajdonképpen milyen célra jött létre, akkor gondolom, hogy legközelebb talán Nyíregyházán ők is bejönnek, és megnézik ezt a hasonló műsort. Köszönöm szépen, kedves nézőink, hogyha úgy gondolják, hogy vasárnap délután szeretnének egy kicsit kikapcsolódni, szórakozni, kirándulni, és minden mellett még segíteni is. Nagy tisztelettel várják a szervezők erre a csodálatos rendezvényre. Köszönöm szépen, hogy eljöttem. Én is köszönöm a lehetőséget.